Jó reggelt! Nagyon rossz ez a beállítás, hiszen full ellenfényem van, de a lényeg, hogy ma az akadályokról lesz szó, konkrétan arról, hogy a vezetővé válás útján milyen akadályaink vannak. Kezdjük el! Sziasztok! Szántó Péter vagyok, és a csatornám életében először napi vlogolok, ugyanis nagyjából egy hónapon belül megjelenik a könyvem, erről fogok még mesélni neked, viszont kezdjük el a mai vlogot, ami az akadályokról szól. Konkrétan akadályok a vezetővé váláshoz, és tippeket is adok, hogy hogyan küzdheted le azokat. Persze nem indulhat a vlog egy idézet nélkül, és az idézet, amit hoztam. A vesztesek csak reagálnak, a vezetők terveznek és előre kalkulálnak. A könyvem első nagy része a háromból a vezetővé válás, és ma átvesszük azokat, hogy milyen akadályok vannak a vezetővé váláshoz való úton, és tippeket is adok, hogy hogyan küzdheted le őket. Kezdjük el, de először kávét. Ma a Madárban indítom a napot, imádom ezt a kávét és itt cappuccinót vagy láttét szeretek inni. Dolgozom egy kicsit, meg ráhangolódok a napomra, napi rutinok nagyon fontosak, lesz is erről egy vlog, és utána bele is kezdünk a tippekbe, amiből három lesz. Kezdjük egyből a vezetővé válással, hogy mi van, hogyha egy rossz vezető van körülöttünk, és az ő mintáját másoljuk. Egy rossz főnök, akit nem vezetőnek, hanem főnöknek hívunk sokszor, nem ismeri el az eredményt, és hajlamos mások előtt kritizálni. Pedig 8 órában sokszor baromi nehéz egy extra teljesítményt belesűríteni, nem is beszélve arról azokról az extra feladatokról, amit egy főnök ki szokott adni. Tekints ezekre lehetőségként, és tanulj az előző rossz főnökeit hibájából. Ugyanis nem minden vezető pozícióban lévő ember tudja azt, hogy mi a jó. Attól még, mert valamiért vagy odarakták, vagy éppen a karrierje miatt jár neki, és főnököd, egyáltalán nem jelenti azt, hogy ő egy jó vezető. Óriási különbség van a kettő között, de ez is egy lehetőség. Úgy gondoljunk erre, hogy látjuk azt, hogy mi az, amit nem szeretnénk. Tudod, tipikusan az, hogy látjuk mondjuk a szüleink mintáját, és tudjuk, hogy mi mondjuk nem szeretnénk olyan szülők lenni. Persze remélem mindenkinek fantasztikus szülei voltak, és sok mindenben meg szeretnénk is rájuk hasonlítani, de itt azt szeretném átadni, mint egy gondolat, hogy tudjuk azt, hogy mi az, amit nem szeretnénk, és keressünk olyan mintákat, olyan példákat, akikből merítkezhetünk és inspirálódhatunk, közben meg tudjuk azt, hogy aha, ilyet nem szeretnénk csinálni. Most kell mennem egy megbeszélésre, viszont utána nem abból még egy kis b-roll is lesz, ilyesmi is, és jön a következő tipp, a kettes. Tipp numero due. Ne zárkózz el a negatív visszajelzésektől. Biztos ismersz olyan arcot, aki azt mondja, hogy persze, growth mindset, és ő fejlődni szeretne, és nagyon-nagyon dolgozik magán, de közben, vagy ugyanakkor azt mondja, hogy ő tudja a legjobban a világon, és ha bárki valami tanáccsal él, ne adj Isten, kritikával illeti, akkor az hülye, és mit szól bele, és mit tudja ő jobban. Na, ez a legrosszabb hozzáállása, hogy állhatunk a dolgokhoz, ne így csináld. Senki sem tökéletes. És ugyanis gondolj bele, hogyha minél több tanácsot hallasz magadról, annál világosabb képet kapsz, hogy mik azok a fejlesztendő területek, hogyha sok ember ugyanazt mondja például,
akkor érdemes azon elgondolkozni. Mindezt mondom úgy, hogy a tanács szerintem a legrosszabb dolog a világon, és én gyűlölöm, amikor valaki osztogatja az eszét, de mégis ne úgy álljunk hozzá, hogyha valaki még el is kezdi mondani, még kéretlenül is, hogy most ez mit szövegel, meg hogy mit tanácsol nekem, mert ugye a tanácsa mondják azt, hogy a tanácsa legolcsóbb dolog a világon, hiszen adjuk, de semmi felelősségünk nincsen felette. Hallgassuk meg, bólogassunk, nem kell reagálni, nem kell felidegesíteni magunkat, és egyszerűen csak tegyük el valahova, mentsük el. A jó vezetők mentorok is. Havi mentori találkozókat tartanak, ahol véleményt adnak, de az igazán jó vezetők nem csak véleményt adnak, hanem saját magukra is kérnek visszajelzéseket, hogy teljesítenek ők, hogy vezetik az adott csapatot, vagy mibe fejlődjenek. Sőt, a mentorát is elmondhatja, hogy jó ez az irány, segíte neki, amiket mond, és pont attól válunk jó vezetővé, és a saját magunk életében akár mentorként léphetünk fel magunknak és másoknak, hogyha bárkitől hajlandóak vagyunk tanulni. Állj úgy hozzá, hogy bárkitől lehet tanulni, akár előrébb tart az életbe, vagy te tartasz előrébb hozzá képest. Siri, a kutyám valamiért nagyon nyűszít, megnézem. Hát Szevana, mi van? Mi van? Igen, igen. Jó, oké, pukedli. Jó, szerintem csak hiányoztam neki. Záró gondolatnak azt jegyezd meg, hogy nem láthatjuk magunkat kívülről. Szóval légy olyan nyitott a rosszra, mint a jóra is. És legyél nyitott a harmadik tétre is, amit mindjárt elmesélek, de összefutok egy barátommal, és megnézem az új kisbabáját. Mármint újnak új, de nem szokták egy babára azt mondani, hogy új. De mindegy, induljunk el. Mennyire cukker, és pont illik is az utolsó és harmadik tipphez, hogy ne ellenezd az újdonságokat és a változást. Ha másra nem gondolj, mondjuk csak a technológiának a hihetetlen fejlődésére, hogy tényleg, még hogyha valaki ebben a világban él, akkor is alig lehet követni, ahogy mondjuk a papír alapú dolgokról, csak tényleg, hogyha erre gondolunk, hogy átváltottunk digitálisra, ahelyett, hogy mondjuk valamilyen papír alapú módszert vagy manuális módszert használnánk. Hiszen miért is csinálnád azt manuálisan, amit automatizálhatsz is, és mondjuk összekötsz, mondjuk egy tök egyszerű példát mondjuk, hogy gyűjtesz hírlevél feliratkozókat, és mondjuk azokat az e-mail címeket egy Excelbe vagy Google Spreadsheetbe töltenéd a helyet meg. Vannak teljesen jó szolgáltatások, ilyen webes alkalmazások, amiben automatikusan bekerülnek az e-mail címek, és utána pedig akár automatikusan ilyen üdvözlő e-mailek kimehetnek, és nem kell azzal bajlódnod amúgy, hogy kinek, mi, hogy, mikor menjen, hanem minden egybe ott van, te kérdé, mintha egy Word dokumentumot szerkesztenél, megírod az e-mailt, és már rányomsz egy gombra, ki is megy. Tehát miért csinálnád azt manuálisan, amit automatizálhatsz is? Ez egy dominó effektus, tehát azt kell végig gondolni, hogy egy új készség elsajátításával, valamilyen új dolog megtanulásával milyen napi monoton dolgokat tudsz kiváltani. Tehát, hogyha egy dolgot megváltoztatsz, akkor mennyi minden más problémát teszel könnyebbé, vagy egészen meg is oldod, és el is tünteted őket. Mint egy dominó. Folyamatosan változnak a dolgok, és az a vezető, aki megragad a régi módszereknél, a berögzött dolgoknál, sosem fogja tudni a legjobbat kihozni, sem saját magából, sem pedig a csapatából. Légy nyitott a változásra, légy nyitott a tanulásra, és mindig nézz előre, vagy legalábbis, ahogy már mondtam, hogy tudd, hogy mi lesz legalábbis a következő lépés. És itt el is érkezhetnénk a sztoicizmushoz, de arról úgyis majd lesz még egy külön vlog, mert ér annyit ugye az a téma. Egyelőre legyen annyi elég, hogy légy nyitott változásra, és fogadd el azokat a dolgokat, amiken nem tudsz változtatni,
és nézd meg, hogy ezek között a körülmények között mik azok, amik a te kontrollod alatt állnak, és azok, amikre neked van ráhatásod, azokkal mit tudsz kezdeni, hogy tudod a maximumot kihozni, úgy, hogy persze a megfelelő keretek között mozogsz. Egyszerűen tedd magadévá a folyamatot, ahogy magadévá tetted a vlogot. Hú, ez nagyon-nagyon hülyén hangzik, de a lényeg, hogyha még itt vagy és végignézed a vlogot, akkor nagyon szépen köszönöm. Ha szeretnéd kedvezményesen megrendelni a könyvet, akkor a leírásban ott van a link, valamint hogyha kedvet kaptál, hogy az online képzésemen részt vegyél, annak is a linkje ott van a leírásban. Ha pedig tetszett ez a vlog és nem vagy még feliratkozva, akkor mindenféleképpen nyomja a feliratkozás gombra és a csengőt is jelölt be, ugyanis ahogy kezdtem, most először napi vlogolok és a könyvemnek az összes fejezetét be fogom mutatni. De Instagramra is gyere át, ugyanis napi tartalmakkal jelentkezem, reggelente egy motiváló gondolatidézet a könyvből, délutánonként meg valami cool sztorival vagy művészeti dolgokat is. Talán mondhatom, hogy ki szoktam rakni. Köszönöm szépen, hogy néztél, remélem még találkozunk. Sziasztok!